Szevasztok srácok, hello Steam! Már vissza is tértünk, sorry, újra kellett indítani a gépet, mert ugye ilyenkor para van. Hogyha nem indítjuk újra, és már pörög is a buli. Na, epic. Oh. Megjött a mester. Nem tudunk csetelni. Gyerünk! Köszi, Pataki! Köszi! Be tudod kapni egyben? Ezt mindig ezt szoktam kérdezni. No. Have we powered this up yet? Seems like that would be important. Tova, itt hagytuk abba. Az előbb. Állj. Oda. Oda, hogy megyek át? Hola. Titkos járat, baszd meg, és a kurva életben egyszer nem bírom megcsinálni, mert levegleszek, és itt kéne, hogy legyen egy járatnak itt. De itt nem bírok átmenni, pedig itt van egy járat, itt. Itt egy lépcső van. Itt egy lépcső van, baszd meg. Abba a sarokban van egy lépcső, abba a sarokban. Ott van, geci, a láthatatlan fal, bazd meg, itt! A kurva életbe! Na jó, csak ez semmit nem ért. Maximilian armor. Uff. Na, oké, szóval ez semmit nem ért, sajnos. Mi van a praclival? Semmi, csak nem tudom, ő szerintem nem nézi annyira ezt az operenciát. De itt szokott lenni ő is. Gyerekek, bazd meg. Esküszöm, nem értem. Most én mit misszelek el? Hm? Mit misszelünk el? Mit? Mit? Ide kell belerakni ezt a szart. Nincs. Nincs meg. Nincs meg ez a szar. Nem értem egyszerűen. Hol van ez a szar?
Mintha itt hallanám ezt a szarhangot. Jó, már csak húzom az agyat. Te oda maradj! Tényleg nem tudom, gyerekek. Pedig ez van olyan faszopó rész lesz, hogy... Hogy tudok bemenni, bazd meg? Ide. Ide. Nem értem. Hello, hello, neked Csicsor Gábor nem rakonod? Attól függ, mert apumat is így hívják, meg az öcsémet is. Ja, nekem nincsenek rokonai, igen. Gyerekek, hol a nádvágó kócengéres picsába lehet ez a rohadt izé? Hol lehet, ha? Kezdek elszomorodni. Hol hagytuk ezt el? Itt az Attila. Hol hagytuk ezt el? Ez itt mi a pöcs? Mónyi, az ott mi volt? Az a jel ott mi volt? Hm? Várjál. Figyelj, Mónika. Hát nem tudom, hogy hol misszelhettem ezt el, gyerekek. Ezt most nem teljesen vágom. De hol? Hol? Hol van ez? Hol van ez? Hol van ez? Vagy ez a lift? Liftet akarja szimbolizálni? Igen, az az öcsém lesz, igen, igen, igen. Na, jó van, átadom neki, köszi. Oké, tehát ez a lift. Gyerekek, ez borzasztó, tehát hogy hol van? Itt is van valami, amit el... Itt. Egyszer nem értem, hogy hol a pöcsbe hagyhattuk el ezt a dolgot. Nem értem, nem értem, egyszer nem értem. De azt írja, hogy izé kell. A bot. A bot kell, gyerekek, ide. A magic wand. Várjál csak. Ezt nem tudtam kinyitni, de az van előző területen is. Úgyhogy az ilyen loot láda, amit van. Nem tudom, mivel lehet még kinyitni. Veci. Az Istenbe lehet ez a szar. Majd gyerekek megtaláljuk. Goddammit, ezzel most jól elbasszuk itt az időt, de gyerekek ez van. Na szóval. Ide, ez kell. Nem most. Aha. Ez majd akkor kell ide, ha már van power. Tehát itt most annyi kellene gyerekek, hogy... Hogy kéne a power. És utána már minden menne maga irányába tovább. És egyszer nincs meg ez a szar. Nem tudom, hol hagyhattuk-e. De nem tudtam kivenni. Le kell kapcsolni az áramot. Hogy? What? Várjál. A second floor.
Tehát... egy elejjebb. Da-da-da-da-da! Da-da-da-da! Szerintem mama. Már én ugye azt hittem, hogy ő lesz az, az a piros, vagy az nem tudom még majd mire kell. De hogy kapcsolom le az áramot? Nézzek körül. What the hell? Hú, gyerekek. Tehát itt kell lekapcsolni az áramot. Esküszöm, hogyha... Ha itt vannak ezek az ilyen pudvák. Megint kakasozni kell? Megint végig el kell vinni és akkor lekapcsolja, vagy mi? Kihúzod a kábelt. Megint körbe? Mert most kíváncsi leszek. Nem tudom, mikor próbáltam volna meg ezt magamtól. Hát végső elkeseredésemben valószínű. Hát itt még mentünk volna szerintem egy 5-6 kört. Ja, várja, most ezzel nem történt semmi, ez itt lejött a faszomba. Akkor ugye kell beküldeni a kapatot. Tadam! Azért megnéztük azt is, ha már így... Csináljuk. Pak, 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 pak. Mephistopol! Hey, dude! Aha. Yeah, I will finish it. Oké, okay, szóval itt a legfőbb probléma az az volt, hogy ugye azért ezt meg se próbáltam, mert gyakorlatilag 100%-ig biztos voltam abban a dologban, hogy van még. Hogy van még channeling kristály. Tehát, hogy nem ezt az egyet kell felhasználni. De hát előbb-utóbb ez a lépés következett volna. Wow. Did you find the third weight in the first dungeon? Yeah, I found the statue head! Mert túl bonyolítom. Egyébként egy csomószor igen. Csomószor tényleg túl bonyolítom. Yeah, the statue head I did. And it's fun. It was fun. Most ért ide. Oké, most ért ide. Most ért ide az energia. The third weight not yet. The third weight is so simply hidden. I really can't believe I didn't saw it in the beginning. And I didn't manage to kill Dave. I don't know, I was... Oh, hello. I wasn't back there searching for that kind of. Whoa! Aha, tehát ez most lehozott engem ide. Oké. És most ez csere lesz. Igen, erre jobban kellett volna hintelni. Hát Max annyit, ja, annyit lehetett volna G-ház, igen, hogy utalni arra, hogy az kell hozzá.
Mert gyakorlatilag szerintem én még esküszöm, hogy még fél órán keresztül biztos, hogy minden zugot még egyszer össze-vissza ezértem volna tuti. Mephistopo, then I will tell you that be gentle with Bob. Most kell ez. Ugye? Ez. Wait a minute. Aha. Várja. Ez az a súly, amit mondtál, GHZ. Akkor most mentek egyet. Mit szóltok? Most mentünk egyet. Quick save. Tek 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 tek. Oh shit. Ez jó túl bonyolított, mi nem bár már fingom is, hogy jól lehet lemenni. Úgyhogy erre jövünk. Minden leszarom, hogy esettek. Oké. Okay. Köszönöm. A súlyt ne piszkáljam? Nem mentem a szép mellett. Fáradok gyerekek, fáradok. Fáradok. Akkor súlyt nem piszkáljuk. Jó. De nem a súlyt kellett volna rárakni erre a... ide. Mert itt benyomtunk valami gombot, nem tudom mit. Ha én erre rámegyek, ugye a másik az akkor jön ide. Tehát ez akkor jön ide föl. Meri a Mónika, ezt megküldjük. Nem jó. Piszkáld már meg. Nekem nem tűnik bagosnak. És akkor most mi a büdös faszomat csinál? Hívjam ide a izét? Ugye ez gyakorlatilag csak ennyit csinál. Be kéne oda fújni. Faszom. Szerintem ez nem bagos. Gyerekek, ez nem tűnik bagosnak. Ez nem ide rendben van. Van itt még egy súly. Mónyi. Ez tökéletesen működik. Szerintem is. Én is úgy látom. Nem lehet, hogy ide a boots izéke, ez kell? Várjál, ráküldöm a kakast. Nem bírom. De azt meg kell buherálni. Várjál, erre most én rájövök. Jaj, ne. Na. Jaj, közben átváltottam a csizmáról. Tehát...
Itt valami ilyet kell, gyerekek, ez a turpisek. Tehát csak azt nem értem, hogy itt látszódik... Hogy itt látszódik ez a Vandiel. Nézd csak itt a mapon, itt. Itt ez a Vandiel, ez látszódik. Időben felérni. Ennél gyorsabban nem lehet feljönni. Mert ez itt le van engedve, ez a szar. Miért van ez itt leengedve, ez a rács? Várjál, itt még van valami. Itt még kell valamit csinálni. Ezt a rácsot még itt, ezzel valamit kell csinálni, ez a rácsa. Hogy ez itt lejöjjön. Hát csak lehet, hogy úgy kell, hogy... Szerintem az a baj, hogy megmozgattuk a súlyt. Have we powered this up yet? Seems like that would be important. Oké. Na szóval, de itt az a baj, hogy ez a rács, ez fő van tóva. Miért? De az még mindig fő van tolva, tehát az ellen nem tudok mit csinálni konkrétan. Talán most kell közben az izét, a bottal megpiszkálni. Nem tudom elképzelni, gyerekek. Oké, Mónika. Akkor ez így meg lesz. Fogalmam is mi történt, de úgy tűnik így jó lesz. Mondtam, hogy neki a pecka is bort, bazd meg. Lehet, nem kell. Lehet, hogy csak faszmák volt. Vagy töltve, mert most nem is olyan, mint az a kutya. Defeat the dragon! Defeat the dragon! Gyere! Tedd be a fádat! There! Do you see him? Kind of hard to miss a man glowing like the sun, Kumpel. The Sun King? We found him! It's time for you to bring light to us all. We'll help. Csókolom. Egy dupla steaket szeretnék. Itt a sarkos geci. One I had yet to see myself on our great journey. He didn't notice me. I aim to keep it that way, so I hid. I see you have made it this far. I am impressed. That's what they all say. And then they're not impressed anymore because we've killed them.
A lead designer üzeni, hogy gratulál, hogy eddig elhoztad, GG. Nagyon szépen köszönöm. Ez is látható. Nagy élmény volt játszani ezzel, bár még nem, még nincs vége, majd utána szeretném elmondani ezeket a dolgokat. I offer nothing but truth now. I take it you served the dragon we fought at the World Tree, and he made you a deal to live here. I serve myself, and this has been my home, my realm, since my brother died 50 years ago. Simply bend the knee, and there is a place in my royal guard for each of you. Elite status. You've certainly proven your worth. You can see how quickly we're all jumping to the opportunity. I ask only obedience. All humanity is welcome to this realm, to thrive under me, or there will be consequences. Free the Sun King, Sharkoz. That is the only way humanity will thrive once more. I see. Consequences it is then. I'll have you know I abhor violence. Hol van a te HP-d az izéhez képest? There were only four of you by the river. I could have killed you there before you ever saw me. Csak most ugye ez a baj, hogy nincs meg ez a skillem. Who do you think unleashed its curse? Na jó, itt van Higgling Purple meg én. And that its evil would scare you többi from your full narrative or kill us. I never wished you dead. Until now. Until now. It is done. Kik ezek a békák? Na várj, ez most mi? Kik ezek? Móni. Ez a izé miatt? Hogy megöltem a Bobot? Ez a Bob miatt van itt kajak. A kis izék. Lol, ne várj. Kurva jó. A Bob amulett! LOL! Ha! A Bob amulett! Az anyád úristenit! Az szép ivéd volt, Móni. Elnézést. Sleep. Ó, bassz meg. Fasza lesz. Ne sokan nehéz mögé. Egy ilyet csinált. Az a baj, még mindig be vagyok sleepelve, gyereke. Most már nem, oké, most már nem. Jó, ez most már jó lesz. Na, Milán, gyerünk. Még mindig rajta van a mark, ami azt jelenti, hogy ezek kurva nagyot kell ráverjek. Evéd. Jó, na és akkor most kezdődik a tánc, gyerekek. Most kezdődik a tánc! He continues to resist our attacks. Nem rezisztel, 250-et vertem rá. It's as though he isn't human. Simán megbaszom. My mother was human. My father was human. I, however, Easter egg. It cannot be, unless your mother gave birth in the underworld. But that would make you say it. Come on, you know you want to say it. Akkor mi vagy? A dragon. Maybe humans aren't so stupid after all. Dragons have scales and multiple heads. That makes you way too ugly to be one. I take that back. But if that is the form you prefer. Then that is the form you shall have. If both of your parents were human, why do you despise us so? I do not despise humanity. It is merely inferior to dragonkind. Jó, hát ez megint annyi, hogy máshogy kellett volna a skilljeimet kipléjelni. And my mother raised me with nothing but contempt.
Because you were born a dragon. Because I wasn't born dragon enough. Oké, Monika. Alright, alright, legyen. Silence, csodálatos. A kurva életbe. Ez nem halt meg most. Ez kemény lesz gyerekek azért. Ezt tegyük hozzá. Oké, tehát amíg nem nyomja az üszkös AOE burstöt, addig gyakorlatilag jó leszek. Nincs hílem. Még mindig ég a művész, akkor azt is ennyi lesz. I wasn't completely dishonest with you before. And don't even try, Chilla. No blast of light will blind me down here. His new form combines armor and magical illusion. Incredible! Let's just hope the Sword of Attila can still work its own magic. I had hidden in the shadows for too long. It won't. At least not until my powers of the underworld have weakened him first. Now, go, my friends. Release the Sun King while I hold him off. Elia, it cannot be. It is. I thought you were dead. Well, she told me you were dead. Yaga told you lots of things. You should have known better. The Sun King, confined within those rings. Not for much longer. Everyone, attack the rings when you can. Because really, Lord. Who wants to use their weapons on endless droves of attacking underworlders? Good night! Good night! Now, whom shall I punish? Who shall I punish? Also put meek. It breaks my heart to fight you, Elia. Surely we can talk things through instead. Easy. Just let everyone go and never enter the middle world again. That will not happen. Then we fight. Túl gyorsan megbasztam ezeket, szerintem még a... Nincs főkészülve rá a... Portál. Waiting for activation to turn. Mit nyomjak-e? Mintha békák! Release the izé, nem? De... Mondták. Ja, damage-elni kell ezt. Oké, oké, oké. Igen, 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 igen. Igen, damage-elni kell. Mármint, ki kell szabadítani. Na. Az a lényeg. Az az érdekes, hogy egy kis brékák se damage-elték. Aha, és akkor közben jönnek be a mobok. Aha. Oké. Frightened, fuck! Az nem jó. Ez... nem tudom beizélni se. Shit. Na,
nagyon okosan, az a baj, nem tudom, hogy mi vár rám, ugye, és okosan kell bánni a skillekkel, mert hogyha visszajön mondjuk a sárkány, akkor rá fogok baszni, gyerekek, mert ez az kurva jó. There it go! Go! Hát mindegyek most elmondom. De erre a close range-re ez az így az egy szar. Nagyon kicsi damage. 50-et. Kötes jókám, ez egy kicsit sok úr, nem gondolod? Ez meg is még mindig. Ha most ezt lekalapálom. Jó, most tudom. Ez sokkal hosszabb, mint az előző kör volt. Kiszert a kis béka. Fuck. Fuck! Probably a bad time to ask, but what happened between you two? Why? Jealous I'd ever see someone else? Maybe a little, now that you don't look like you're 4,000 years old. I'm 5,208. Oh, 5,208! Enjoy your youth while you have it! Na ez a close shot, ez rendbe rakja az ember. Bazd meg is le ivédeli. Ide lenne jó a leg shot, hogy ne tudjon ivédelni. Ez a geci. Terim béka! Oh shit. Brekkencs! Bam! Ja. Az igen, öcsém. Kétszáztíz! Na sarkosz! Most meg leszel paszfa! Tudod? Paszfa! Úha. Várjál, várjál, nagyon kell a izé, nagyon kell, hogy a csaj jöjjön és a csármot rá tudjam nyomni. Meg be kéne triggerelődjön, de nem fog. Próbáljuk meg azt, az egy nagy damage lesz legalább. 50. Ah, mind a három megkapta a frightened-et. Na ez kell nekünk, ez az. Oké. Okay. És akkor most jöhet a kalapálás közben. Eredetileg sisi volt, csak túl zöld volt. Túl zöld volt, lol. De rendben van ez így. Oké, elmentek ők. Úgyhogy akkor most kell itt szépen okosan ezeket lekalapálni. Meg menedzselni kell az energiát. Az energiát, gyerekek, azt kell faszán lemenedzselni. Egy baj legyen. Na például ennek konkrétan most nincs már semmi energiája. A 58-at seb ez a vrét, az a szarra. Az nagyon-nagyon sok. Ivéd itt. Oh no! Szóval még mindig egymást basszánk, így jó. Még mindig rajta van? A charm, jó, még mindig rajta van. Hát akkor itt egészen egyszerűen... Énekelj, Mónika, énekelj! Most így beidézzük, jöjjön, ez is leszarom. Minél előbb. Ezt nagyon kéne verni már. Gyorsan fogom kéne verni. Right on target. Alright. Was it really worth it? Ja, 72 damage és egyből betriggerelődött, oké. Adjunk most neki egyet. A tank legyen maxon. Egész jó, menedzseljük, gyerekek, a bulit. Gyakorlatilag mindenem fullon van. Még van csomó mindenem, úgyhogy ezzel szerintem nem lesz baj. A charm az viszont
Ezt most le kell tanulni. Akkor le kell ütni. Ez most fájdalmas lesz. Mutatom, tudok, megpróbáljuk. Ha elmenne az áram? Ja. Hát, ha bejön. Bad day for you, huh? Bad day for you! Bad day for you! Fuck! Bam! Evaded. Ez az. That's what I'm talking about. Ez az, csak azt az a lényeg, hogy benyomunk magunknak is egyet. Oké. Okay. Most már igazából csak kalapálni kell volni. Az meg nagyon bírja, geci. Na, ez az. Nagyon bírja. De az így jó, hát ezért nem bírja eltalálni konkrétan. Rányomok egy ilyet, gyerekek, mert ebbe belehal. Így. Oké. Okay. A számonok nem sebzik. Oké, okay, megint megjött. Oké, okay, na most így jó lesz, mert... Na most megint szerencsénk van. Nem. Nem tudom elnyomni, bassza meg. Bázd meg a frightenedet! Damage is halved. Fuck. Mindegy, akkor a headshotot fogom egyedül rányomni. Itt mehet ez. Oké. Okay. Ez ugye felezi, tehát ez gyakorlatilag ennek nem sok értelmét látom most, bár elhasználom, mert ennek le kell mennie, le kell mennie. Le kell mennie. Költök energiát. Ez az. Nagyon szép volt, Monika. Ó, Shaman, bassza meg! Fuck. BAM! Mind a kettőt ivédelte! Oké, Móni. Ez az ukubusz, ez nagyon durva. Egymást is ivédelik, ez egyébként viszonyat. BAM! Kurva élet, de mi ez a double igény? Egy ilyen ígésén is, és 100 fölött van az agility-n, bazd meg. Ez mi? Sokám. Tehát ne engem bánták. Na oké, most már nem tud elmenni. Dárkun, jó legyél aranyapa, jó pihit, köszi, hogy itt voltál. Csecs, csecs, csecs. Az ott most jó nekem, mert meg van a... Ugye rajta van a... Inzén van rajta, aha. Annyi most meg kell bakni. Oké.
tehát két kör múlva. Aha, tehát itt akkor az a lényeg, hogy minél gyorsabban megöljük őket. Na jó! Móni. Elütszel már. Skill is belemegy az emberbe? I mean ez. Bele. 27. To the Sun King. Touching his bonds may harm you. I'll handle this. Nopkirai, you are free. Ooh. Thank you. Wow. He is weak. Had he been down here much longer, he would have died. I guess Sharkoz wasn't accounting for that little detail. My companions attempted their escape, but I could hold off the dragon's power no longer. I have done all I can, friends. Which should be plenty for what you need to do. One day you will understand, Elia. But your companions, they are all about to die. Hú, de most ezt nem tudom, nagyon remélem, hogy meg tudom baszni, mert most mi van, hogyha... Ali's magic has weakened him considerably. Allow us to finish the job. Oké. Ó, 200 HP-je maradt. Szevasz, Gary! Szép estét, aranyapa. Miza, miza. Gyerekek, ezt úgy fogjuk megbaszni, hogy a tuti biztosra megyek. Rárakom a markot, ez egyik legjobb skill. Until they failed me, until they were unable to stop you. You were responsible for their deaths? One escaped my wrath. The special one. Az nem jött. Boldizsár. That's right. You knew him. Kella, do you recall the Mason's enhancements to King Breg's fortress? I made a deal with the castle and turn its grand army to frogs. I didn't need that possible opposition right now. In return, I enhanced his budding power. Lord. It was your beloved Anna herself who cried the tear that set off the spell to sink the castle. Without my interference, you likely would never have met. The way I see it, Kella, you should be thanking me. But you also set her spirit free in Deva. Was it any worse than what you did? My redemption is nigh. It begins with your death. You know that? Getsy. Nem baj, Móni, annyi resen van meg minden, hogy gyakorlatilag... Tehát mindegy, nem számít. Meghalhat háromszor a nő, bassz meg. Ez az. Oké, na most jön a Mark megint, Mark. És akkor elkezdjük a darát. Mi van a Kellával? Ja, kell a sleeper, bazd meg! Hú! A tank 113-at baszott bele Márkkal! Ez az! Don't. Why would you save him, Elia? You know what he's done. I do not wish to see Sharkoz destroyed, that is true. But I only stop this execution per the wishes of another. Attila himself. Opa. My brother's murderer? That makes no sense. For once, I'm seeing eye to eye with our adversary. Nothing more will I say of this now. You will know all once you fulfill your promise to Attila. Return his sword to him. Will we ever see you again, Elia? It is unlikely, but one never knows. Full HP-val zártuk, gyerekek, a csatát. Max HP-val. The glass palace had stood as the embodiment of Sharkoz's will. His will now shattered. The castle followed suit. We escaped just in time. And I bid my companions, my friends, farewell. As if by magic,
Debris from the castle sealed the gate just behind them. And the sun shone once more across Operencia. It did not take long for the young hero to keep his promise. You have returned. I suspected you would. Did Elia do as I asked? She requested we spare the dragon's life, if that's what you refer to, Your Majesty. And we did. Did she not tell you why? Only that it was by your order, nothing more. As you'll recall, Elia stayed behind as you left. She apologized to me personally for her role in Thane's invasion. Our conversation took a turn, and we came to a startling, undeniable revelation. Let me guess, she was one of your many legendary short-lived loves? Your assumption annoys me, Bandit, but it approaches the truth more than I'd normally wish to admit. Me? Oh, this will be good. Aye, aye. When I was very young, I met a beautiful young witch. A human born in Operencia who claimed to be visiting from her new home in the underworld. Her name was Yaga, and she possessed an inner strength that fascinated me. I found myself no match for her charms. After one night of passion, she showed me her gate to the underworld. One of many in Operencia, it turns out. Each hidden right under our noses. Yaga returned home, and I never saw her again. Yet a piece of me stayed with her, it seems. You don't mean... Úristen, ugye nem a lányom. It is said that when a human gives birth in the underworld, a dragon may result. Jó, hogy a dragon a gyereke. I now know this to be true. It would seem my son shares his father's drive for conquest. And I thank you for sparing his life. Tehát a sarkos az Attilának a fél Underworld gyereke. I still question the decision. Sharkos still remains a threat. Only time will tell. But alas, my own family matters are not why I requested your return. Hoppa. You hold what you call the Sword of Attila. The name flatters me, but by Hadur, I was hardly the first great man to wield it. And now, a great man wields it once more. But I do need to leave this here, don't I? So that you may rest in peace. Remember, the sword has a mind of its own. It likes you. And I know better than to face its wrath. Rest assured, so long as a hero such as you possesses the blade, in peace I most certainly will rest. Take it. Make it your own. Rule with it. Szia Pataki, jó éjszakát! Köszi, hogy itt volt áranyapa. Your Majesty. Csá. I misunderstood you. By right, Sharkos deserves your kingdom. Well, not a simple peasant like me. Kingdoms are indeed passed down among bloodlines. But they are earned by valor such as yours. Bloodlines are no match for bloodshed. I'd say such valor has been proven many times over. Yes, you have earned your kingdom. With my blade in your possession, few will question your right to the throne. In fact, you have already claimed your castle. Make it. It is just more highly elevated now than when you left it. Oh, well, sunken castle.
Before going their separate ways, the companions gathered one last time. They were never happier. Lovers reunited. Former adversaries were now the best of friends. Young knights and magicians looked at the stars, unaware of their own futures of legend. And the farmer's son, the most unlikely hero of them all, ruled. It is said that all of their days were lived happily ever after. But really, what fun is that? Itt vannak a voice-over castok. Baba Yaga, Alexandra Szűcs. A Busó is ugye magyar. És az Elia, Döbrösi Laura. Ott van. A narrátor is ugye Döbrösi Laura. Best team group. Mother, why did you lie to me? Why did you tell me Elia was dead? It motivated you, did it not? To avenge Dragonkind against the humans? Among other things. You realize your feelings for that succubus are absolutely unrequited, don't you? You need not remind me. And what were these other things that motivated you? Perhaps you meant to impress me for once in your life. My plan was more sound than Thade's ever was. But yes, I failed. Thade's failure was not expected. Yours was. But no matter. Your inability to succeed was part of my own plan. I don't understand, Mother. You will. In time, you will. As will the rest of humanity. At least the ones unfortunate enough to survive. Ooh. Nyitva maradt. Ott a második része, Yaga. Jaj, gyerekek. És végre egy game, amiben az ending szép hosszú volt videóval, meg izével mindenne.
Hát, srácok. Azt hiszem ez rendben volt. Éppen a 25 órát súroltuk a gémmel. Hát, srácok. Ez... Király volt, Grat. Köszi szépen, aranyapa. Nem tudom, engem ez a game eszméletlen megfogott. Persze, nyilván már nagyon vártam is ezt. Az operenciát, hogy ez ugye ki jöjjön már, ez a hónapja gyakorlatilag be volt hype-olva, hogy majd lesz. De ahogy megtudtam, már az első videóból láttam, hogy tetszeni fog. Nem teljesen ilyenre gondoltam ugye a videó alapján, de ez nekem is sokkal jobban tetszett. És egyből beszívott, tehát egyből zéróba beszívott. De gyakorlatilag amióta megjelent, csak ezzel játszottunk az AC3-on kívül. És hát szerintem elég jó ütembe végigmentünk rajta. Eszméletlenül jók voltak benne a csaták. Ez a karakterrendszer, nekem ez a lépegetős mechanika, ez nagyon tetszett. Talán ez vitt el az egész játékba, ez, hogy van ez a 3D-s, amit látsz, meg ott a térkép, és hogy a kettőt valahogy így, mint egy ilyen kaméleon, hogy így a két szemeddel így külön kell nézni, hogy mindig tudjad, hogy mi hol van. Mert hogyha csak a képet nézed, akkor abba veszel el, meg a térképet, meg fingolod, hogy jó vagy. Tehát szerintem ez egy ilyen tök érdekes volt, hogy a kettőt így egyszerre tudjad figyelni. Ugye maga az itemrendszer is teljesen király volt, a spellek, a skill tree, minden rendben volt. Ezek a kis átvezető videók nekem nagyon-nagyon tetszettek. Ezek, amikor a buborékba így följött és ott mentek, ezek az ilyen úgymond 2D szlájdok. Nagyon baba. De mindenféleképpen azt mondom, hogy nagyon egyed, és talán az, hogy a magyar mondavilág, az nagyon benne volt nekem, hogy én azt amúgy is nagyon szeretem. És szerintem azért, ugye én tipikusan az vagyok, ha elvisz a sztori, akkor gyakorlatilag az kész. Jó választás volt. Bizony, Geri, köszi, bazd meg! Igen, ezt Geri ajánlotta, first of all, az operenciát. Úgyhogy köszi, aranyapa, ez nagy élmény volt nekem, hogy ezt végig tolhattam, ez nagyon nagy élmény volt. Hát főleg így, hogy sokakat zavar a tájmozgás, pedig a stílus része. Hát azért, mert ugye erről már beszéltem én, hogy biztos, hogy azért van ez, mert a fiatalabb generáció azt nem érti, hogy ez mi. Tehát nem tudják, hogy ez mi. Nem értik, és nem tudnak vele azonosulni. Egészség, köszönt a készítőknek, hogy van egy ilyen is. Bizony. Hát a készítőknek meg külön gratulálok így ezúton még egyszer, meg szerintem itt mindenki a chat nevében mondhatom ezt. Mert azért itt szép órákat okozott ez nekünk. Eléggé. És hát így, hogy így minden nap ezt tóltam, és iszonyat vitt előre, nem volt, abszolút nem volt unalmas, nem volt egyhangú. Tehát hogyha ebbe egyszer így belementél, akkor onnan így ebből nem lehet kijönni, csak így, ha végigtolod. Összességében nekem 9,8 per 10 a game, mínusz 0,1 azért, mert nem megjelenéskor jött ki hozzá a magyar nyelv, mínusz 0,1 azért, mert a Succubus telet csinálni. Nagyon jó volt, srácok. Én ezt véletlenül élveztem, nagyon-nagyon tényleg ezt, hogy minden ezeket a számokat kiszámolni, hogy mennyi damage, mennyi def, minek, hogy a skilleket használni így ezekben a körökre osztott csatározásokban. Nagyon élveztem, és szerintem, megmondom őszintén, szerintem jó is volt. Ugye itt volt az orosz srác, azt mondta a busóknál, hogy ott majd minden sarkon meghalunk. Nem haltam meg, az egész game alatt gyakorlatilag ez a Breck király, vagy ki a tököm itt a végén. Ja, Bob. A Bob ölt meg egyszer, azért mert arra nem voltam főkészülve, hogy potionözni is kell. Ennyi. És nem haltunk meg. Egyszer se. Úgyhogy GG. Úgyhogy Bobnak respekt, hogy meg tudott ölni, mert ehhez azért sok minden kellett, hogy meghalljak ebbe a gamebe. És Bob, igaz, hogy 20 HP múlt a 10 000-ből, de megcsináltad. Tehát Bobnak sikerült. Bobnak sikerült, gyerekek. Béka király. Béka királynő, adlak. Na, szóval... Ja. Durva cucc.
Szóval nagyon tetszett tényleg, és bátran ajánlom mindenkinek, hogy nyugodtan toljátok, gyerekek, mert ez tényleg egy ilyen kis kuriózum itt a játékok terén szerintem. Meg hát főleg ez tényleg, hogy magyar, ez nagyon-nagyon babacsenkó. És főleg, hogyha ki fog jönni hozzá a magyar verzió, az meg szerintem a magyar réteget nagyon meg fogja mozgatni. Nagyon meg fogja mozgatni. Na most, aki nem beszél például angolul, és a sztorit ugye nem érti, annak az nagy hátrány, mert akkor gyakorlatilag nem biztos, hogy elviszi a játék. De most már az angol nyelv, meg már lassan tényleg olyan, hogy aki nem beszéli, az meg, ja, meg akkor ne játszon ilyennel. Szóval olyan. De mindegy. Én egyébként megmondom őszintén, nem tudom, hogy magyarul jobb lett-e volna ez. Nem tudom. Nekem ez így angolul nagyon adta úgy, hogy így ezek a magyar szavak benne voltak. Nekem ez így elég volt. Bőven. De nem tudom, hogy a magyar... persze, nyilván is magyar. Persze, azért más játékélmény lett volna, hogy azért igen. De szóval, ja. Meg hát a puzzle-ök is nagyon rendben voltak. Megfelelő nehézségűek voltak. Az kifejezetten tetszett, ezt pont beszéltük, hogy erről egy ilyen külön telefonos játékot el tudnánk képzelni. Hogy ez a, ahogy a potion-t kell csinálni, ez az a minigame, ez a Petal Poisonous Waterfall. És akkor ezt így, tehát erről egy ilyen minigémet, így konkrétan egy ilyen külön telefonra vágod. Tehát az annyira rendben volt, az megint nagyon tetszett, meg az ásás, meg minden, tehát nagyon... Hát vagyunk meg lesz az is, nekem sem hiányzott soha, így van egy bája. Igen, tehát ez így egy különleges, hogy vannak benne ezek a magyar szavak, meg minden. Ja, hát ez egyénfüggő, persze. Nyilván itt azért próbálják elvárni magyarok, vagy valami, hogy akkor legyen magyar, meg minden. Nekem annyira nem számított. Hát srácok! GG! Talán mondhatjuk azt, hogy... ezt is kitótuk. Vin! Ezt is! GG, gyerekek! jó volt. Szóval... ez nice. Nagyon tetszett ez a játék. Ez tényleg ilyen... ez egy ilyen kis külön kis szegmens foglal itt a kis szívembe most így... nem tudom. Durva. Köszi még egyszer, Pacskár, szép álmokat túl az operencián. Geri, jó éjszakát, anyapa, mi is megyünk gyerekek, mert fáradt vagyok, hónapunk beló lesz. Meg átteszem magam, élmény volt, köszi még egyszer, srácok. GHZ, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál, hogy mondtad ezeket a backdoor infókat. Király vagy, GG. És jó éjszakát. Jók legyetek, gyerekek. Na srácok, én is lassan elköszönök. Ezt a zenét így konkrétan el tudnám hallgatni elolvás közben is. Annyira babacsenkó. Furcsa, megmondom őszintén, furcsa lesz hónap, hogy nem ezzel fogunk játszani. Hát most olyan töltetet kaptam ebből, tehát gyakorlatilag 6, 12, meg előtte. Tehát 18 órát toltam ezzel, úgyhogy nem játszottam mással. Tehát most ez így nagyon, nagyon, ez bennem lesz, bennem fog maradni. Úgyhogy ja. Na mindegy, srácok. GG. Bang! Ez egy csodálatos gameplay volt, azt hiszem. Ja. Egy kicsit még talán annyit tudnék mondani, hogy ez az utcsó fight, ez lehetett volna nehezebb. Mert hogy úgy nem volt benne abszolút az, hogy egyáltalán hogy valaki megfekszik. Na de mindegy, hát ez van. Hát túl jó sikerítek a karakterek, gyerekeket, ennyi, bazd meg, nem tudok mit csinálni. Ennyi. GG. Jó volt. Hú, srácok. Ezt nagyon élveztem, ezt a játékot. Eszméletlen király volt. Nagyon jó volt. De nagyon el is fáradtam. Tehát ez azért egy ilyen nagy zúzdám. Tehát itt folyamatosan figyelni, számolni, kiszámolni a lépéseket, a puzzle-öknél előre így meg kigondolni, hogy jó legyen, működjön, ne legyen gond, ne legyen unalmas, ne nagyon akadjunk el, meg mindent. Tehát ez... de ez jó, ez egy nagy torna. Én ezeket imádom, úgyhogy ez kellett. Kellett, srácok. Hát, ja, ez 25 óra volt, srácok, 3 nap alatt. Ez azért beteg. 4. Na mindegy. Úgyhogy közben kitoltuk az AC3-at. Világ, keci. Na mindegy, inkább mennyi aludni, azt hiszem rád fér. Hölgyek, urak! Rekt!
Kösz szépen, hogy itt voltatok, hogy néztétek, remélem nektek is tetszett, ha esetleg valaki így nem vágja, vagy most érkezett a vége fele. Mindenféleképpen ajánlom ezt a játékot. Magyar játék, eszméletlen jó, ilyen Heroes of Might and Magic-es csatázás, körökre osztott, nagyon szép grafikával, nagyon jó magyar sztorival, eszméletlen jó volt. És hosszú játék, és nehéz, ha csak nem csinálsz olyan perfekt karaktert, mint mi. Ugye, Purple Eye? Hát jó, hogy gyerekek, órákat szenvedtünk azon, hogy jók legyenek a karakterek, hát durva lett volna befélelünk vele. Na, tényleg megyünk, srácok, hölgyek, urak. Köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy néztétek. Vigyázzatok magatokra, kellemes estét. Holnap kitartás a melóhoz, a sulihoz. Érkezünk 5 órakor. Hát az, hogy mivel fogunk játszani, azt nem tudom, majd kiírom a Facebookra, vagy valahol. De szerintem Sekiroba szopunk egy jó nagyot. Jók legyetek, szevasztok.